Bai Balázs a magyar atlétika egyik legkiemelkedő versenyzője volt. A Matthias Corvinus Alapítvány egyfajta példaként hívta őt, hiszen sok kiváló magyar sportolóval egyetemben ő is bizonyíték arra, hogy lehet világszínvonalon sportolni és közben kiemelkedően tanulni. Nyilván akkor lehetünk valamilyen sikeresek, hogyha azt komolyan veszünk és képesek vagyunk áldozni érte, de ez nem jelenti azt, hogy mindenről le kell mondani. Sport egy gyönyörű dolog, és tényleg nagyon sok mindent meg lehet valósítani azon keresztül, de úgy gondolom, hogy nagyon fontos mellette egyéb területeken is, mint például a tanulásban helytállni, és egyfajta kettőséget, pályamodellt megvalósítani. Nekem ez szerencsére sikerült, én minden sportolótársamat arra buzdítok, és minden fiatalt arra próbálok serkenteni, hogy ezt a célt próbálja megvalósítani, hogy a sport mellett tanuljon, illetve a tanulás mellett sportoljon. Az első sikerét a felnőttek között 2007-ben érte el. 2014-ben az atlétikai Európa-bajnokságon negyedik lett, 2017-ben a londoni világbajnokságon harmadik helyet ért el a 110 méteres gátfutás döntőjében, és ezzel az eredménnyel ő lett az első magyar versenyző a szabadtéri atlétika világbajnokságán, aki futószámban érmet szerzett Magyarországnak. 2017. februárjában szerzett oklevelet az Állatorvostudományi Egyetemen. Ugyanennek az évnek májusától pedig állatorvosként praktizál is. Úgy gondoltam, hogy a sport az egy nagyon-nagyon törékeny, nagyon-nagyon úgymond vékony jégen táncoló szakma, hiszen bármikor jöhet egy sérülés, bármikor lehet egy olyan szituáció, ami gyakorlatilag megakadályoz minket a további munkavégzésben, persze itt a sportolásban. És maga, hogyha minden jól sikerül, úgymond nem sérülünk meg, nem történik semmi, akkor is, hogyha mondjuk egy olimpián nem vagyunk az első 8-ban, hanem bármi történik, főleg nálam egy átfutásban, ahol egy-egy hiba gyakorlatilag végzősnek lenni, akkor gyakorlatilag a következő 4 éves úgymond, támogatásom az más irányba veszi magát, mint hogyha sikerült volna. Tehát ez nagyon-nagyon bizonytalan, és ezért fontos az, hogy mellette egy olyan biztosabb jövőt építsünk, és biztosabb hátteret adjunk magunknak, ami túlmutat azon, hogy sportoljunk. Természetesen ezeket az áldozatokat, lemondásokat és egyébként nyilván célokat megvalósítva sikere jár, akkor úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jó úton indul el az élet felé. Egyértelműen megéri. Nyilvánvalóan, mint ahogy a sportban és a tanulásban, főleg együtt a kettő sok lemondással jár és sok munkával, sok feladattal, de úgy gondolom, hogy végül abszolút kifizetődik, és nyilvánvalóan ezek a lemondások és ezek a kemény munkák sem azt jelentik, hogy nem lehet közte élvezni a dolgot, és nem lehet jól érezni magunkat közben. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a nap végén ez abszolút megéri, és nagyon-nagyon hasznos elfoglaltság. Amerikában a Kansas-i Egyetemen járt iskolába, meséli, ott is nyomon követik sikereit, többször készült vele már interjú. A leggyorsabb magyar állatorvos soha nem kellett motiválni abban, amit elvállalt. Nyilatkozott egyszer edzője Tom Hauser István. Én sokszor megtapasztaltam azt, hogy nem feltétlenül a célba érkezés a legjobb dolog, hanem maga az út és maga a folyamat. Természetesen minden egyes siker, minden egyes elért cél és minden egyes teljesítmény végén érdemes egy kicsit megállni, érdemes időt adni annak, hogy megünnepeljük és megéljük a sikert. De nem csak és kizárólag akkor lehet élvezni a dolgunkat, hogyha befejeztük, hanem közben is. Minden, amiben belekezd az ember, lehet az munka vagy szórakozás egyszerre is. Így van ez a tanulással és a sporttal is. A saját hozzáállásunk dönti el, miként kezeljük a helyzetet, mondja. De minden beteljesülés azt az érzést hozza magával, hogy megérte. És azt soha nem szabad elfelejteni, hogy szükség van arra is, hogy időnként mindenből ki kell szállni az embernek, hogy elfelejtse az iskolát vagy a pályát, mert enélkül belefásul, és hosszú távon ez a sikeresség kárára megy.